Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. A Druze gyilkosság. Véletlenül itt jártam a környéken. És gondoltam, ugord már föl, nézd meg, hogy van. Nos, hogy vagy? Sajnálom, de... Ugye vársz valakit? Igen. Igen, valaki idejön, bármelyik pillanatban itt lehet. Tegyél meg egy szívességet. Menj most el. Gyere vissza egy vagy két óra múlva, jó? Kérlek. Itt maradok. Nem értetted meg, hogy mit mondtam? Értsd meg, most nem maradhatsz itt. Végre tudni akarom, ki az, aki ellát narkóval. Nem. Miért nem találkozhatok vele? Minek? Meg akarom kérdezni. Meg akarom kérdezni tőle, hogy jön ő ahhoz, hogy emberek életét tegye tönkre. Mert emberéleteket tesz tönkre azért, hogy a mocskos pénzét megkeresse. Hallgass ide, Bernd. Nekem szükségem van rá. Reggel óta várom már, hogy jöjjön. Nem is tudom, hogy bírnék ki még egy órát így. Szeretlek, Lore. És azt akarom, hogy végre abba hagyd. Segítek neked. Kérlek. Kérlek, menj el. Szükségem van rá, értsd meg. Jól van. Elmegyek. Maga nem tudja, hogy a liftben tilos a dohányzás? Bocsánat, teljesen igaza van. Ha
Beszélhetnék magával? Mit akar? Maga Armin Rasche. Már két napja követem mindenhová. Tudom, hol lakik. Tudom, kihez jár. És tudom, kinek szállít. És azt is tudom, milyen piszkos üzlettel foglalkozik. Menjünk ki. Tehát? Miről van szó? Mondtam már az előbb, minden lépéséről tudok. Ide figyelj! Melegen ajánlom, hogy Lore Haukot felejtsd el. Nem mert neki eladni ezen túl semmit. És kihúzod a listádról, különben lebuktatlak. Ki az a Lore Hauk? Erőtesd meg az agyad. És maga? A barátja? Az most teljesen mindegy. Ne törődj vele. Magának fogalma sincs, mi van akkor, ha valaki hozzászokott. Adok egy jó tanácsot. Ne strapálja magát. Az a lány teljesen kész. Azt mondja, hogy a nyomomban volt. Nem hiszem el. Itt a vevőinek a listája. Oké. Nem viszek többet a lánynak. Ezentúl kihagyom. Megkaphatom ezt? Én csak segíteni akartam neki. Mindössze erről van szó. Rendben. Akkor most már megijatom a sörömet. Igen. Elvinne minket is? Beszállni. Lore! Lore! De hát ki van ott? Ketten voltak. Hirtelen rám támadtak. Mi történt veled? Egy késsel.
Honnan beszélsz? Igen, itt vagyok. Mama. Ki beszél? Mama, kérlek. Lore? Te vagy az? Nem bírom már tovább, mama. Segíts! De mi történt veled? Miért hívsz ilyen későn? Így nem tudom elmondani, mama. Hagyd abba a sírást, kérlek. Honnan telefonálsz? Münchenben vagy? Azon a régi címen? Igen. Kérlek, segíts. Lore, ott vagy még? Én vagyok. Ne haragudj. Azért jövök ilyen későn, mert... Papa! Bernadett megtámadták. Megtámadták? Bernadett? Miért? Még fel tudod hívni, hogy honnan, fogalmam sincs. De attól félek, hogy megölték. Papa, nem tudom, mit csináljak. Felhívjam a rendőrséget? Ne. Semmi esetre se. Nem kell a rendőrség. Az hiba lenne. Vagy már fel is hívtad őket? Anyámat hívtam föl. Anyádat. Hogy jutott eszedbe fölhívni? Van valami... Ne haragudj. Van egy kis konyakod? Anyád úgysem fog rajtad segíteni. Ő soha nem segített rajtunk. 26 éves, munkaadó igazolvány, fénykép. Megvan a címe is? Igen, itt van egy címzetboríték és egy kulcsomó. Az egyik majd csak kinyitja. Igen. Vérbeli fotós. Egyedülálló. Igen. Mint mindig, most is át kell néznünk mindent. A papírjait, a leveleit, bankbetétjét, jegyzetfüzetét. Szép munka hajnali 4-kor. Halló? Bert? Kivel beszélek? Halló, miért nem szól bele?
Mondja meg, kicsoda és kivel akar beszélni. Itt a bűnügyi rendőrség. Ez Van Druse lakása. Szóljon már bele. A bűnügyi rendőrség. Tehát mégis. Egy nő volt. Megkérdezte Bernd, mintha meglepődött volna, hogy valaki felvette. Aztán néma csend. Késő éjszaka? Igen. 3-kor. És nem mondta meg, hogy mit akar? Nem. De valahogy olyan volt, mint egy segélykiáltás. Mama, segíts, nem bírom tovább. Hány éves most a lányod? 22. Nem, inkább 23. Igazán nem gyerek már. Mióta nem láttad? 3 éve. A válásom óta. Röviddel azután az apjával együtt elköltözött, és megszakadt a kapcsolat köztünk. Uh-huh. És mit akarsz tenni? Küldtem neki egy táviratot, hogy megyek. Megírtam, hogy mikor érkezik a vonatom Münchenbe. Jól van. De adhatok egy tanácsot? Ne hagyd magad bizalmas dolgokba bevonni. Ezek már nem a te problémáid. Nem neked kell megoldanod. Látni akarom, mi a helyzet. 1-2 napról van szó. Menj csak. Én addig tartom a frontot. Főztem neked egy kis kávét. Megtalálták. Egy telefonfülkében. Az előbb mondta be a rádió. Valószínűleg ott halt meg, miután téged fölhívott. Ha. Jött egy távirat. Én már felmondottam. Anyád egykor érkezik, kéri, hogy menjünk ki elé. Felvegyem. Haló? Hak, kisasszony, ott van? Szólaljon már meg, hallom a lélegzetét. Mi van magában? Csak meg akartam kérdezni, menjek-e. 10 percen belül ott lennék. Ki volt az, aki a narkot szokta hozni? Ugyanaz a fickó? Eddig mindig én telefonálgattam utána. Most meg ő hív föl, hogy megkérdezze, jöjjön-e. Mit csináljak? Zárjuk be az ajtót, és ne engedjük be. És pár óra múlva. Te fogsz majd utána loholni. Nem így van? És a mama? Kimész elé? Mondd meg neki, ne haragudjon, hogy felhívtam éjjel. Nem kellett volna zavarnom. És ha ez most idejön? Nem szabad, hogy meglásson. Ki az? Én telefonáltam. Valaki mást is várt? Nem. Mi van magával? Semmi. Na mondja már, mi történt? Semmi. Látom, hogy valami nincs rendben magával. Menjek el? Ne. Maradjon, kérem. Hallgatta a rádiót ma reggel? Bemondta, hogy megöltek valakit. Egy fiatal embert. Az apám hallotta. A nevét is bemondták, Bernd Druse. A barátja volt, nem? Na igen. Ahogy én kivettem, egyelőre teljesen tisztázatlan, hogy valójában mi történt. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség mindenfele érdeklődik. Megkeresték már magát is?
Nem. De megkeresik. Az biztos. Amint rájönnek, hogy magának valami kapcsolata volt a fiúval. Tudja ez mit jelent? Hogy többet nem jöhetek ide. Hozott most valamit? Ne, csak nem cipelem magammal. Most már nem lehet. Ide nem hozhatom föl. Jöjjön velem. A garázsba. Valaki szeretné megnézni magát, hogy mennyire megbízható. Hogy bízhatunk-e magában? Figyeljen ide, nem tudom, mit mondott a barátja, de egyet ne felejtsen el. Magának szüksége van a heroinra, mert anélkül már nem tud létezni. Az életéről van szó. Ő az. Azt mondta, ismeri a fickót, akit tegnap leszúrtak. Kie volt? A barátja? Le is feküdt vele? Azt ígérte, itt most megkapom. Egy pillanat meg fogja kapni. De előbb tisztáznunk kell, mennyire ismerte azt a fickót. És mit mond a rendőrségnek, ha elkezdik fanggatni? Semmit. Nem tudom, mit mondhatnék. Megkapom végre. Oké. Álljon egy kicsit félre és várjon. Néhány adag. És ezt most ingyen kapja, érti? Nem kell érte fizetni, hogy a következő napokban össze tudja szedni magát. Aztán majd jelentkezem. Táviratot. Igen, tudom. Ezért vagyok most itt. Megkért, hogy jöjjek ki eléd. De hát mi történt? Hogy mi? Semmi különös. Egy kicsit zűrzavaros. Lehet, hogy ivott. És nem is jön ki elém? Azt mondta, hogy jöjjek ki én. De mit jelent ez? Talán nem akar látni? Ezek szerint akár vissza is fordulhatok. A Párizsból érkező nemzetközi express vonat előreláthatólag 20 percet késik. Figyelem! A Párizsból érkező. Jól nézel ki. Mi van Loréval? Miért hívott föl engem? Miért? Figyelem! Hangodban 19 percet. Tudod jól, hogy milyen labilis. Ezt tőlem örökölte, nem tőled. Bár csak olyan erős lenne, amilyen te vagy, de nem az is, én sem vagyok az. Valami rosszat álmodott. Olyankor az ember a mamáját hívja. Ebben nincs semmi különös.
Ez nem az igazi ok. Amikor felhívott, kétségbe esett volt. Nem tudom időközben, hogy alakult az életed. Remélem sikeresen. Ami elég ritka. Rólunk ezt nem lehet elmondani. A sikeres élethez szerencse kell. Lore azt szeretné, ha visszajönnél. És én is arra kérlek, gyere vissza. Fizes kérlek, nem akarok sok időt vesztegetni. Sajnálom, de éppen nincs nálam pénz. Kocsival vagy? Nem. Akkor taxival megyünk. Ott vagy még a lapnál? Igen, de nem státuszban. Szabadúszó lettem. És Lore mit csinál? A divat szakmában van. Modelleket tervez, és néha be is mutat. És hogy nincs pénzed? Mondtam már, hogy szabadúszó lettem, és ezért rendszertelenül kapok. Előfordul, hogy várnom kell rá. Mama! Mama! Lore, jó, hogy újra látlak. Gyere! Gyere, gyere be! Mióta nem találkoztunk? Legalább 3 éve. És ez a te lakásod? Igen, az enyém. Te nem laksz vele? Nem, nem. Nekem megvan a saját lakásom. Csak néha vagyok itt. Tegnap éjjel felhívtál. Igen, valami retteneteset álmodtam. Egy rémálom volt. És úgy féltem, mint egy gyerek. De inkább beszéljünk valami másról. Ettél már? Készítsek valamit, vagy inkább menjünk el? Megnézed, ki az? Divattervező lettél? Igen. Már meg is van az első kollekcióm, amit én terveztem. A bűnügyi rendőrség. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Lore Haug? Igen. A lányom és az anyja. Ráírna néhány kérdésünkre válaszolni? Igen, tessék. Habár éppen el akartunk menni ebédelni. Elintézzük előtte? Vagy sokáig fog tartani? Nem, nem túl sokáig. Akkor, ha nem zavarok, talán itt... Nem, itt... de hogy egy gyilkosságról van szó, amelyet tegnap éjjel követtek el. Maga tud már róla? Azt hiszem, tudom, hogy miért vannak itt. Bemondta a rádió, hogy egy bizonyos Bernd Drúzét az éjjel meggyilkoltak. Bernd Drúze fényképész volt, akivel a bemutatókon időnként együtt dolgoztam. Ezt már mi is tudjuk. Ezért van itt apám is. Azonnal felhívtam őt. Ő is ismerte. Bernd-et egy telefonfülkében találták meg, ugye? Igen, egy telefonfülkében. Fel akart hívni valakit, de sajnos... Nem tudjuk, hogy kit. Mennyire ismerte őt? Ahogy mondtam, időnként együtt dolgoztunk. Egy pár fotót készített divatlapoknak, semmi több. Tudják már, hogy mi történt? Igen, egy kocsiban leszúrták. A tettes vagy a tettesek. Nyilván azt hitték, hogy az áldozatuk meghalt. De nem halt meg rögtön. Bernd Drúze élt még. Rekonstruálni tudtuk, hogy utána továbbhajtott, elment egy telefonfülkéig. Valahogy bevánszorgott, és tárcsázott egy számot. A tárcsa véres volt. Azt természetesen még nem tudjuk, hogy azt a szemét, akivel beszélni akart, valóban elérte-e. Aztán ott meghalt. A kagyló mellette lógott. És most megkérdezzük minden barátját, természetesen magát is, hogy nem hívta-e föl. Mikor? Mikor volt ez egyáltalán? Tegnap éjjel, úgy 2:30 körül. Engem nem hívott fel senki. Jó. Ennyi volt az egész. És még egyszer elnézést kérünk. Tehát a múlt éjjel... meggyilkolták az egyik barátodat éjjel 2:30-kor. Ezért hívtál fel?
Mit tudsz erről az esetről? Kezd összeállni. Az a hívás a telefonfülkéből. Ezek szerint neked szólt. Veled beszélt az a fiatalember közvetlen azelőtt, hogy meghalt, igaz? Ez volt az a rémálom, ami miatt engem fölhívtál. Hallgass ide! Emiatt hívtál föl engem, Lore? Igen vagy nem? Mondd meg neki. Igen. Beszélt a fiúval. De az csak nyögdécselt. Nem lehetett kivenni a szavait. Éppen ezért nem tudott mit mondani a rendőrségnek. Mi szükség arra, hogy belekeveredjen? Lore, ezt igazán megmondhattad volna. Igen. Hát persze. Mert te azt hiszed, hogy mindent jobban tudsz, mi? Mert te vagy az erős. A józan. Tanácsokat adsz. És közben fogalmad sincs. Mit tudsz te róla? Vagy rólam? Semmit sem tudsz. A lányod narkós, én meg alkoholista vagyok. Úgyhogy ne fáradj. Úgy sem tudsz velünk mit kezdeni. És mi sem megyünk sokra veled. Lore. Láttad volna őt 2 órával ezelőtt. Hogy nézett ki szegény. Teljesen kész van. Vége. Na, mutasd meg a karodat. Jól van, hagyd. Beleőrülök, ha nem ihatok valamit. Apának igaza van. Nem kellett volna felhívnom téged. Menj vissza. Vonat a 7. vágányról. Ez teljesen reménytelen. Nem. Értsd meg, te nem tudsz mit tenni. Gyere vissza. Adjál ott csapot papot. Ezt nem lehet józan észre kibírni. Igazad van. Tudom, hogy igazad van. Igen. De ugyanakkor meg kell értened. Miért jöttél vissza? Több okból is. Először, mert az anyád vagyok. Aztán itt van ez a fiatal ember. Szerinted miért ölték meg azt a fiatal embert? Azt akarta, hogy szokjak le a heroinról. És szeretett téged? Miattad ölték meg? Lehetséges, hogy valami akcióba kezdett, és ez volt az oka, hogy eltették láb alól? Meg akarta ismerni azt az embert, akitől a heroint kapod. Van egy fényképed a fiúról? Itt találhatok nálad? Akarsz maradni? Igen. Egy vagy 2 napig. De lehet, hogy 3 vagy 4. Segíteni akarsz, ugye? Semmi értelme. Én vagyok. Volt magánál a rendőrség? Igen. Igen, volt már itt. Na és? Minden rendben? Hogy érti ezt? Nem hozták kapcsolatba a gyilkossággal? Nem. Nem, azt keresték,
akit Bernd még utoljára felhívott. Azt mondtam, hogy velem nem beszélt. Ezt ők elhitték, és utána el is mentek. Jöjjön el a bár. Ma este. Egész nap ott vagyok. Beszélnem kell magával. Egyre melegebb a helyzet. És senki se szeretné megégetni a kezét. Maga pedig nagyon is közel van a tűzhöz. Kivel beszéltél? Az az ember volt, aki a barátodat megölte? Azt én nem tudom, hogy egyáltalán köze volt-e hozzá. De hát mit akar tőled? Azt mondta, hogy még ma beszélnie kell vele. De én félek. Lore Hauk, kábítószerenél. Bernd Ruse szeretője volt. Többeket kihallgattunk, akik azt állítják, hogy Bernd Ruse megpróbálta a lányt lebeszélni a heroinról. És azt mondják, minden bizonnyal ez a lány okozta a tragédiáját. Igen, tessék. Szabad bejönnöm? Tessék. Mi már egyszer találkoztunk ma. Ja, igen, persze. Maga Lore Hauk édesanyja. Tessék, foglaljon helyet. Köszönöm. A lányom nem tudja, hogy eljöttem magukhoz. És remélem nem követek el hibát. De valamit el kell mondanom. Igen, Bernd Ruse közvetlenül a halála előtt felhívta a lányomat. Értsd meg, nem jöhetsz velem. Egyedül kell mennem. Ez túl veszélyes, és neked fogalmad sincs, hogy ezek milyenek. Az lehet, de tudom, hogy veszélyben vagy. Veled megyek, veled megyek. Nem. Nem hagyom, hogy lebeszélj róla. Benned még él az a régi reflex, hogy az anyának segíteni kell a gyerekét. De én már nem vagyok gyerek. Kislányom, én nem tudok most hazautazni. Pedig megpróbáltam. De nem tudok. Most mondjam azt, hogy sajnálom. Tudod mit? Elmegyünk abba a bárba. De nem együtt. Engem nem ismernek. Te nem tudod, mit csinálsz. Én sem vagyok benne biztos. És azt is be kell vallanom, hogy ez furcsa érzés. Bocsánat, kisasszony. Valaki várja. Hátul az udvarban. Jó estét. Tessék. Jó estét. Telefonált az az ember, akitől a heroint kapja. Tudni akarta, hogy mit mondott a lányom a rendőrségnek. És azt követelte, hogy találkozzék vele. Vajon mit jelent ez? Hiszen a lányom bevallotta, hogy fél. Most egyenesen oda megyünk, de maga nem jön be velünk, kint marad a kocsiban. De ha meglátja a lányom, hogy ott vannak, akkor rögtön tudni fogja, hogy beszéltem magukkal. Nem mondták meg a lányának, hogy életveszélyben van? Sört iszünk? Két sört. Én rongyosra beszélhettem a számot. Mégse képes felfogni, milyen veszélyes a helyzet. Magáról van szó, nem rólam. Tudnom kell, hogy szimatolnak-e még maga körül. Azt is megmondom, hogy miért. A barátja adott egy listát, amin volt egy pár cím. Mert tudja, mit csinált? Két napig követett mindenhová. És a címek közül az egyik nagyon rázós. Úgyhogy valakit őrülten felbőszített. Nos, a barátját elintézték.
És ha most nem figyel oda, magát is elintézik. És engem is. Fel tudja ezt fogni? Belemegy abba a kába fejébe. Akivel az előbb beszélt. Gyerünk. A nevét, ki az az ember? Hiszen ismeri, tudja a nevét, és hogy hol tartózkodik. Nézze, most már beszélnie kell, nincs más választása. Az az ember, akivel találkozott, látott minket. Tehát tudja, hogy maga értesítette a rendőrséget. De én nem értesítettem a rendőrséget. Vagyis nem akarja nekünk megmondani, kivel találkozott. Azt hiszem, nincs értelme ezt tovább erőltetni. Én csak abban bíztam, hogy a lánya segít nekünk. De az is lehet, hogy valóban nem tudja annak az embernek a nevét. Hát most mit tegyünk? Légy szíves, szerezz egy kocsit, és vitest haza a két hölgyet. Légy szíves, kísérd ki Hauknét és a lányát a kocsihoz. Viszontlátásra. 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 Berger mindjárt leviszi őket, oké? Köszönöm. Ez most kezd veszélyes lenni, tehát rendőri védelem a két hölgynek. És megfigyelés. Éjjel-nappal. Miért csináltad ezt? Miért? Miért hoztad rám a rendőrséget? Tudod te, hogy ezzel még sokkal többet ártottál? Hosszú évekig nem is törődtél velem. Igen. Most mi ez? Miért nem tudtál ott maradni, ahonnan jöttél? Mert te felhívtál. Ezért vagyok itt. És ha itt vagyok, tennem kell valamit. Ezt nem nézhetem tétlenül. Csak hogy megtaláltalak végre. Hallottam már, hogy keresel. Most van pénzed? Hogy még itt vagy? Azt hittem, rég elutaztál. Segíteni akarsz, nem? Úgy sem tudsz rajta segíteni. Verd ki a fejedből, teljesen hiába való. Nem baj. Én megpróbálom. Azt még nem is mondtad, hogy tőlem mit akarsz. Ismered azt az embert, akitől Lóra a heroint kapja? Miért akarod tudni? Keresztes hadjárat a kábítószer ellen. Ismered vagy nem? Igen, ismerem. Nézd, ezen a terepen nem ismered ki magad. Itt csak te veszíthetsz. Hol találom meg?
Ne add tovább a nevét. Értsd meg, ezt a nevet semmi körülmények között nem adhatod tovább. Lore, én tudom, hogy félsz. De ha ezeket mind letartóztatják, akkor többé soha nem kell félned. És hogy kapom meg a narkót, amire szükségem van? Amire szükséged van? Amivel tönkreteszed magad. Tessék! Hawkné, csak egy kérdésem van. Megmondta-e? Megmondta-e a nevet? A nevet? Nem. Nem, még nem tudom a nevét. A lányom még nem mondta meg. Igen, tovább próbálkozom. Lehet, hogy esetleg... Nem, nagyon valószínű, hogy nem mond igazat. De miért találkozott az elvált férjével? Ben vagyunk. Jó, kövessétek. Oké, vége. Jó napot. Rashe urat keresem. Ki maga és mit akar? A nevem Eva Hawk. Egy pillanat. Igen? Maga Armin Rashe? Igen. Én meg Eva Hawk vagyok. Lore édesanyja. Nincs valami dolgod? Menj sétálni vagy valahová. Mutassa meg az igazolványát. Miért akarja megnézni? Mert nem hiszek magának. Hogy került elő hirtelen? Van egy részeges apja, azt tudom. De magáról eddig nem volt szó. A lányom felhívott egyik éjszaka. Azon az éjszakán, amikor Bernd Rusét meggyilkolták. Mit akar tőlem? Az embernek megáll az esze. Mennyivel széleselkedik rám? De hisz ez őrület. Nyakamon van már a rendőrség? Nem. Legalábbis én nem hoztam. Maga is függő helyzetben van, igaz? Mi? Még hogy én? Narkós vagyok-e? Ugyan? Én csak eladom, abból élek. Tehát a kérdés jogos, e szerint maga is függő helyzetben van. Na igen, ha úgy érti, akkor én is. Ez nem gyerekjáték. Aki útban van, azt elintézik. Segíteni akarok a lányomnak. Azt akarom, hogy leszokjon a heroinról. Nem fog menni. Mind belepusztulnak, előbb vagy utóbb. És azt akarom, hogy a gyilkost elkapják. Maga teljesen őrült. Várjon. Haló?
Bűnügyi rendőrség. Maga? Igen, már órák óta a nyomában vagyunk. Ez az az ember, akit keresünk? Beszéljen. A listán, azon, amit átadott nekem, volt egy nagyon rázós név. Mm-hmm. Mit tehettem volna? Értesítenem kellett a főnökömet. Oda mentem és elmondtam, hogy ez is ez történt. Van egy ilyen lista, rajta ilyen és ilyen nevek, és ezek a címek. Nem tudhattam, hogy ezért ki fogja nyiratni. Ki ez az ember? A nevét és a címét tudja? Megvan a telefonszáma is? Megmondtam neked, hogy ne telefonálj ide. Elnézést, hogy zavarok. Igen, tudom én is. De sürgős. Várj egy pillanatig. Ráse. Na, mi újság? A lány kipakolt. Mindent elmondott, tudják a nevemet. Minden percben itt lehet a rendőrség. Hol vagy most? A lakásom. Azonnal gyere el az úrról. Menj a bárba, az udvaron át, hogy senki ne lásson. Megértetted? Igen, megértettem. Azonnal gyere el hazúról, menj a bárba az udvaron át, hogy senki se lásson. Tudja, mit jelent ez? Szóval tudja, mit jelent. Igen. Most elintéznek. Oda menjek? Ez az egyetlen megoldás, hogy ebből az egészből valahogy kikeveredjen. Bevallom, félek. Szól valamit? Na, mi van? Nagyon megijesztettünk? Itt tagadjam elég rendesen. Úgy hallottam, problémád van. Stimmel. Ha neked van, ugyebár akkor nekünk is. Csak az a baj, hogy a mi szakmánkban ezt nem engedhetjük meg magunknak. Fel tudod fogni? Felfogtam. A főnök azt üzeni, hogy kellemes volt veled együtt dolgozni, de ez most már sajnos a továbbiakban lehetetlen. Semmi ellenszegül, és velünk jössz. Igen, mi van? Bűnügyi rendőrség. Körülvettük a házat. Jöjjenek ki feltartott kézzel. Hát ez... Azt mondja, körülvettek minket. Tedd már le, és intézzük el. Azt nem ajánlanám. Ugyanis minden mozdulatukat figyeljük. Tehát ismétlem. Emeljék fel a kezüket, és jöjjenek ki. Egy frászt megy. Thank you.
Hogy tudott ide bejönni? A rejtély hamarosan megoldódik. Ki maga? Derrick főfelügyelő vagyok. Gyilkossági csoport. És miben segíthetek? Nem hiszem, hogy tud segíteni, de valamit mégis tehet. Például megkínálna egy itallal. Nem probléma. Van egy furcsa szokásom. Amikor egy gyilkossági ügy a végéhez közeledik, kedvem támad egy italra, valahogy rettentően megszomjazom. Milyen gyilkosságról beszél? Beszéljünk inkább a gyilkosról, aki Ben Drewsét a kocsiában leszúrta. Nos, mi lesz az itallal? Miért parancsol? Kristályvizet. A név, amit említett, számomra ismeretlen. Tehát kit szúrtak le? És ki? Előbb kérem azt a kristályvizet. Nem volt túl nehéz őket szóra bírni. Arra nem vagyok illetékes, hogy erkölcsi ítéletet alkossak magáról, ezt majd megteszi a bíróság. De annyi biztos, hogy ennél mocskosabb üzlettel ritkán találkozunk. Nem bírom ki. Már többször megpróbáltam abba hagyni. De hiába. Nem vagyok képes rá. Most újra megpróbáljuk. Nem szabad feladni. És meglátod, erősebbek leszünk. Sikerülni fog. Bemutattuk a Derrick című bűnügyi sorozatfilmjét, a Drewse gyilkosság. Írta a Herbert Reinecker, Derrick főfelügyelő Horst Tappert, Szabó Otto. További magyar hangok: Gávölgyi János, Szersény Gyula, Kútvölgyi Erzsébet, Muszte Anna, Rajhona Ádám, Sós László, Snell Ádám, Trokán Péter, Szabó Sipos Barnabás, Perlaki István. Magyar szöveg Géci Vera, hangmérnök Láng Noémi, rendezőasszisztens Szőnyi István, vágó Katona Edit, gyártásvezető Csáki Vera, szinkronrendező Hazai György. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Fényképezte Mihály Georg és Hannes Fürbringer. Rendezte Alfred Weidenmann.